képei még észre lehet venni Baracsony című témájú képein, hogy azért még ő is akkor, mint ami Cézanne hatás volt, ugye? Ezt 40-ben festette, tehát eléggé zűrös időszak volt az már, ilyen anyagbeszélés szempontjából. És hát a nagy kép az, ugye például itt ennél a képnél, ami nem tipikus Egrinél, ugye igaz, hogy befestette az egész felületet, de itt is ugyanaz történik, hogy nagyon-nagyon ezzel a száraz ecsettel festette. Tehát lehet látni, hogy itt néhol még vissza is van dörzsölve, és valószínűleg nem a restaurálásból fakad ez, de például itt van egy olyan felület, ahol a vászon sok helyen így függőleges, a vászonnak a szövési hibái, azok fehérként világítanak, és mint egy textúra beleszól a képbe. És a mélybe vannak, tehát a vászon felület mélyébe van maga a pigment, és maga az olaj. Tehát még az is lehet, hogy utána, amikor megfestette, akkor ilyet csinálnak a művészek, akkor egy ilyen merevebb, száraz vonnyal úgy visszadörzsöli. És akkor jön ki ilyen szép, lazulós felvétel.